Hát, sziasztok, eljött az idő, szét kell szedni a rollert. Durván 2050 km van most a rollerbe, viszont hát ugye a két első kerékcsapágy az megadta magát, illetve az első fék sem fog, ez valószínűleg a fékbetét miatt, úgyhogy most szét fogjuk szedni. Első körben, ugye látjátok, eltávolítottam már azt a műanyag burkolatot, majd az összerakásnál megmutatom, hogy ezt hogyan is kell. Kell hozzá egy 18-as villáskulcs, ami számomra elég szokatlan. 15-össel készültem, hát rohadtul nem volt hozzá jó, úgyhogy 18-ast kellett hozzá beszerezni. Ezek előtt először a féket fogom leszedni. Szóval, hogy... Most panel körülmények között kell ezt a dolgot megoldani. Hát most ez a roller ugye kapott engedélyt. Először is kirakottam a bordát. Egyébként olyan más panoltam, már mindent csináltam, de már nem használt a végén. Valószínűleg egyébként a bordát ki is fogom cserélni. Nem tudjuk meg járni jár. De látjátok, itt is már rozsdás. Hát azért kapott fizet a bovden is, úgyhogy kapni fog egy új bovden. Amúgy sem egyszerű bicikli bovden van benne, fake bovden. Úgyhogy egy ilyet fog majd kapni. Na, most hogy ez megvan, féknyerget kell levenni. Vannak itt van két csavarra. Igen, mielőtt valaki megkövezne, tudom garanciálni a roller, de egy kerékcsapágy miatt nem tudom visszaküldeni. Pláne nem a csavarokat, van a márka szerviz. Nem fogok rá két-három heteket várogatni. Meg hát nyilván az a fékbetét, vagy fékbetét, illetve a kerékcsapály, ez egy ilyen füléres játék. Ha jól sejtem. Na, itt lesz egy csomó alátét alatta. Erre majd figyelni kell. Hoppa, hoppa. Ez meg is volna. Hát fékbetét az nem sok van már rajta. Jó, hát ez konkrétan ugyanolyan, mint egy kerékpárom. Úgyhogy ez nem is újdonság. Így néz ki a féknyergünk. Látjátok, lényegében csontra el van kopva a betét. Tehát meg sem lepődök, hogy ez nem fogott. Megpróbálom kiszedni. És akkor mutatom majd a másik érdekességet ez a rollerrel kapcsolatban, ami eléggé bosszantó. Egy betét. Ugye mágneses, tehát azért jön ki ilyen nehezen. Na, itt van a két betétünk. Látjátok, hogy kopott, tehát totál ferdén. Ez azért van, mert a tárcsa sokkal kisebb, mint aminek rajta kéne lennie, és csak ezen a részen fog a betét, itt már nem. Egyébként még van rajta, de a teljesen látszik, hogy totál régen kopott az egész. Az a másik fele, itt konkrétan már nincsen semmi rajta, és itt látjátok, mekkora perem van, és most már azért nem fogott a fékem, mert a két perem összeért, és nem tudta befogni a tárcsát. Hát ez a két betét, ez kuka. Gyereknek semmi baja, szépen meg kell majd pucolni, és majd mehet is vissza. Na, most hogy ezt kivettük, na, most még akkor tesszük a kereket. Le, ki. A riasztó is közbeszólt. Elfelejtettem kiiktatni. Meg van menet rögzítőzve, úgyhogy ezt majd én is meg fogom tenni. Nem is volt felhozomva, az így sem. Egyébként ez a 2000 km alatt konkrétan egy csavar nem lazult meg, tehát nagyon jó az a roller. Nem nyekedek semmi rajta.
az ég adott a világon. Az első kerékcsapáját meg egyébként szerintem én nyírtam ki, de mindjárt mondom, hogy hogy sikerült ezt megoldanom. Itt is van az első kerekünk. Pedig van minimális porvédő. De nagyon minimális. Ja, aha, csak a csapágynak a porvédője. Igen, tehát a hátsó keréken van rendes porvédelem. Itt sajnos ez nincsen. És hát én ugye ezzel mentem hóba, esőbe, mindenhol. És ez nyírta ki a csapágyat. Tehát halljátok a hangon. Ennek nem lenne szabad, hogy hangja legyen. Itt van benne két távtartó gyűrű. Ez volt ez a kettő. És ugye itt a tengely. Hát azt majd ki kell belőle ütni. A csapágyat pedig ki kell belőle szintén húzatni. És akkor most már viszont leolvasható a száma, úgyhogy tudok belerendelni másik. Megnézzük a féktárcsát, ez teljesen jó állapotú, de ezt is le fogom menni egyébként. Én is mondom miért. El fogom pucolni akkor már az egészet. Nem te vagy az. Itt ugye forgás irány, és tehát az összerakásnál erre figyelni kell. Itt is van ott rögzített minden csavar. Ezt érdemes is majd be kell menni, amikor összerakjuk. De akkor tudja, nem fog lelazulni. Pedig a tárcsánk, hát látjátok el is, azért kapott, majd lesz pucolva. Cserélni azt még nem kell, elkupva nincs, és akkor ő a fáj. Hát ennek minden hangja van, csak jó nincs, sajnos. Na hát köszönöm szépen, hogy velem voltatok, az összerakásnál majd jövök egy újabb részre. Sziasztok!